Üdvözöllek a mai adásban, mint azt látod, itt van velem egy szurikáta, ugyanis eljöttem a Bambara Hotelbe pihenni a hétvégére, és az jutott az eszembe, hogy mennyire idegesítő az, amikor valaki saját valóságából ad neked tanácsot, mennyire idegesítő az, amikor valaki jó pár évvel előtted jár valamiben, és úgy mond tanácsokat, és nagyon sokszor láttam, hogy emberek attól frusztrálódnak, hogy valaki mond nekik valami tanácsot, ami egyébként önmagában véve jó tanács, viszont mivel ő még nem ért el azt az adott szintet mondjuk a vállalkozásában, vagy a magánéletében, vagy egyszerűen még nem annyi idős, ezért ezt a tanácsot abban a pillanatban nem tudja ő befogadni. Tehát nem tudsz vele mit kezdeni, én sem tudok vele mit kezdeni. És azt mondom, hogy ez egyébként kibaszottul idegesítő, amikor valaki azt nem vesz észre, hogy arra a tanácsra igazából abban a pillanatban szükség van, vagy nincsen. Ez nagyon-nagyon-nagyon sokszor látom, hogy évekre van ahhoz szükség, hogy bizonyos tanácsokat, amit hallasz ebben a pillanatban, azokat befogadj. És azt mondom, hogy ezek attól függetlenül nagyon-nagyon jók, meg jó dolgok, meg jó, sok mindent lehet ebből tanulni, viszont legyen önmagaddal szemben türelmet, hogy tudd azt, hogyha valaki mondjuk 15 évvel idősebb nálad, és ő ad valamivel kapcsolatosan tanácsot, akkor ezt nagyon sok esetben az akkori önmagának mondja, amennyi idős most te vagy, és nem feltétlenül neked. Vagy ha még neked is mondja, akkor is nem tudod meghazudtolni azt a 9 évet. De nagyon fontos azt tudatosítani, hogy lelki szinten ugyanolyan munkára van szükség, mint amikor mondjuk teszem, azt lemész először a konditerembe. Ha lemész először a konditerembe, akkor pontosan tudod azt, hogy fekvőnyomópad alá, ha befekszel és 120 kg-mal kezdesz fekvőnyomni, akkor agyon fog nyomni. Ezt lelki szinten meg vállalkozás szinten nehezebb észrevenni, és nem annyira fogod tudni, de ezért inspirálnak és ezért bátorítanak arra, hogy lelki és vállalkozási szinten se kezd azzal, hogyha ebben a pillanatban nem tudsz párkapcsolatot kialakítani mondjuk, akkor ne az legyen a következő tervet, hogy a következő nőt, akivel találkozol, elveszel, hanem mondjuk először egy hónapig legyél valakivel együtt, esetlegesen, ha éppen ez a vágyod, úgy érzed, ez a következő szint számodra. Vállalkozásban eddig soha nem volt vállalkozásod, akkor következőleg nem milliárdos vállalkozást építs, hanem mondjuk legyen meg az első ügyfeled egyáltalán. És így tovább az életed többi területén, a egészségben eddig nem tudtál semmit megtenni, és teljesen elhisztál, és utálod azt, ahogy kinézel, és utálod saját magadat, mind külsőleg, mind belsőleg, akkor össze tedd meg az első lépést, egy darab terápiára menj el, egy darab terápiasztásra menj el, egy darab konditerembe menj le. Szóval nagyon pici apró lépésben tedd meg, és ne azonnal akarja mindent megváltoztatni. Az eredeti dologra visszatérve még egyszer, tehát ha valaki neked ad tanácsot, aki jóval te idősebb nálad, akkor legyen olyan türelmed, barátkozz meg magaddal annyira, és legyen olyan türelmed önmagaddal szemben, hogy nem akarsz ebben a pillanatban már ott tartani, ahol már most ő tart, mert azt a 9-10-15 évet azt nem tudod bazd meg egyetlen éjszaka alatt meghazudtolni. Legyél türelmes magaddal, tedd a lépéseket, és hozzá létre nagy dolgokat az életben. 9 hónapon keresztül minden nap itt vagyok, vagy nem tedd meg, kérlek, hogy iratkozz fel, nyomj egy támszapot, hozd meg kommentben a véleményed, holnap teljesen újra találkozunk, elköszönök, mint az a szurikát a háttérben, ami nagyon idegesítő szerintem az a szigvén. Na, elköszönök, holnap újra találkozunk, sziasztok!